colleagues, dear participants, we are very happy to welcome you to today's webinar that have fueled a lot of interest and excitement, and we received almost 700 registrations from our region and many countries beyond. It speaks for its great relevance, and despite the fact megmutatja azt is, hogy milyen fontos és mennyire releváns, és abban is, hogy valamennyi szakértő egyetér, hogy rendkívül fontos a gyermekek korai fejlődésének nyomon követése, és fontos az is, hogy a lehető legtöbb ország létrejön ebben. Ezért ez a mi mai témák. Nem arról szeretnénk beszélni, hogy mi az, ami nem működik, hanem inkább ígéretes technikákat, módszereket szeretnénk mutatni, amiket szintén alkalmazni tudnak a saját országukban. Ez egy webinárium a korai gyermekkori fejlődésről, és a kollégáim bemásolják azt a linket, amin a korábbiakat is megtalálják. Majd mielőtt elkezdenénk, hadd mondjak el néhány alapvető információt a logisztikáról, és hogyha látjuk a következő díját, akkor alul láthatják a földgömböt, és akkor itt tudják kiválasztani azt, hogy melyik nyelven szeretnék hallgatni, mert angol, bosnyák, lengyel, ukrán, szlovák, magyar, és a Q&A boxban tudnak kérdéseket feltenni, mert nagyon sok érdekes előadók lesz, akik számára fontos, hogy megosszák a tapasztalataikat, de mindig kevés időnk lesz, úgyhogy igyekeznek meg a kérdésekre is válaszolni. Tehát beleegyeztek, hogy megosszák a kontaktjukat önökkel, úgyhogy ha szeretnének velük kapcsolatot teremteni, vagy többet megtudni a módszerekről, akkor ezt később is megtetik. Arra is szeretnénk emlékeztetni önöket, hogy ez egy közös kezdeményezés, és hogy ennek a szellemében szeretnénk folytatni, és ezért szeretném felkérni a nyitó beszédekre a kollégákat. Ahogy látják, elég sűrű a program, úgyhogy szeretnénk mindenkinek időt biztosítani, hogy mindegyik izgalmas előadást meghallgassuk. Először a bevezető gondolatok kapcsán Ivelina Borisova az UNICEF-ekarótól fog beszélni, utána Martin Weber a WHO-tól, és Mihaela Ionescu az ISA program igazgatója. Ivelina, szeretne kezdeni? Igen, jó reggelt kívánok mindenkinek, a partnereknek. Fantasztikus, hogy ennyi kollégát látok itt, és hatalmas megtiszteltetés, hogy az UNICEF részéről is mindenkit üdvözölhessek. Ez az idei első webináriumunk, és a korai gyermekkori fejlődés kezdeményezésnek a részeként mindenki tisztában van vele, hogy az UNICEF, a WHO Európa és az ISS a közötti együttműködés részeként az volt a célunk, hogy megerősítsük az egészségügyi rendszereket, hogy átfogó támogatást tudjanak nyújtani az országaink legfiatalabb állampolgárainak. Arra a témára fogunk koncentrálni, amit a döntéshozók és az egészségügyi dolgozók is a legfontosabbnak tartanak, ez akkor a gyermekkori fejlődés nyomonkövetése. Egy pár szót hadd mondjak csak a gyermekkori fejlődés nyomonkövetéséről, mivel az UNICEF rendkívül elkötelezett ezen a téren, és rendkívül izgatott, hogy részt vett ebben a webináriumban. Ez nem csak egy tevékenység, hanem ez egy alapvető párbeszéd, ami a szakembereket és a szülőket is bevonja abban a rendkívül egyedi és egyéni fejlődési útban, ami minden egyes gyermeket jelenez. Fontos, hogy hatékonyan támogatni tudjuk a fejlődésüket, és felismerjük időben és korán az esetleges nehézségeket, ennek megfelelően intervenciót is alkalmazzunk. Alapvetően arról szól a nyomonkövetés, hogy a lehető legjobb esélyt kapjon minden gyermek, hogy kihozhassuk belőle a maximumot, és nagyon örülök, hogy mindenki csatlakozott ehhez a webináriumhoz a mai napon, és szerintem egy nagyon fontos része a korai intervenciónak, és ahogy elhangzott, nagyon fontos az elsődleges egészségügyi ellátásban is, és annak részeként is. Először hadd beszéljek a döntéshozásról. Rendkívül fontos következményei vannak egyéni szinten túl is. Tehát az univerzális nyomonkövetés rendkívül gazdag adathalmaz tud generálni, és azáltal, hogy
Nagyon komoly adatot nyerünk, abból komoly, pontosabb képet kapunk arról, hogy a gyermekek hogyan fejlődnek, és ezek segíthetik azt, hogy sokkal célzottabb és pontosabb politikát tudjunk kialakítani, amely elősegít, hogy minden egyes gyermek megkapja a számára adott lehetőséget. Nagyon fontos, hogy az egészségügyi szakemberek, akik nagyon sokat tudnak a gyermekkori fejlődésről, nekik rendkívül fontos szerepük van ebben a nyomonkövetésben, egyrészt azért, mert részei az elsődleges egészségügyi rendszernek, gyakran találkoznak a kisgyermekek szülőkkel, és fontos az is, hogy a szülőket az oldalukra állítsák, és szövetségessé tegyék őket. Ehhez természetesen megfelelő időt kell biztosítani számukra, megfelelő készségekkel kell rendelkezniük, és a validált eszközökkel is. Szerintem erről fogunk hallani a következő előadásokon. Több ország is részt vesz ebben a webináriumban, ahogy Alexandra már mondta, és arról hallunk majd, hogy mi az, ami működik, nem arról, hogy mi nem, hanem arról, hogy mi működik, hogyan szervezzük meg a kora gyermekkori fejlődés nyomonkövetését, és hogy milyen kritikus szerepet játszik ebben az egészségügyi rendben. Nagyon remélünk abban, hogy azzal, hogy megoszthatjuk ezeket a pozitív példákat, ez alapján az országok majd priorizálni tudják a gyermekkori fejlődést, főleg az első életévek során, és az UNICEF oldaláról. Már együtt dolgozunk a kormányokkal, egészségügyi szakemberekkel és egyéb érintettekkel is a kora gyermekkori fejlődés nyomonkövetése kapcsán, és nagyon izgatottan várjuk, hogy együttműködjünk ezen a területen önökkel és mindenki mással. És köszönöm, hogy mindenki csatlakozott ehhez, és köszönöm, hogy mindenki megosztja a tapasztalatit, és nagyon várom az előadásokat. Köszönöm, Ivelina, kedves szavaidat! És akkor Dr. Martin Webert is felkérem, hogy az Egészségügyi Világszervezet nevében köszöntse mindenkit. Köszönöm, Alex! Köszönöm, Ivelina, hogy ennyire jól bevezetted és megágyaztál a mai napnak. Hadd mondjak egy pár szót a WHO oldaláról. Én is szeretném aláhúzni azokat a dolgokat, amiket már te is érintettél. Önmagáért beszél, hogy milyen sok résztvevőnk van a mai napon. Szerintem hatalmas érdeklődés övezi ezt a területet, és szerintem senki nem lesz csalódott a mai rendezvénnyel kapcsolatban, és különösen az előadók tapasztalataival és rendszereivel, módszertanaival kapcsolatban. Már elhangzott, hogy a gyermekkori fejlődés nyomonkövetése egy kulcs fontosságú tevékenység az egészségügyi területen, ami a kisgyermekeket illeti. A kisgyermekek fejlődése, a szülők bevonása és a adott esetben a gyermekek beutalása a kulcsfontosságú intervenció, és ezt teszi lehetővé, hogy a megfelelő fejlődési pályára állítsuk a gyerekeket. Ehhez megfelelő egészségügyi ellátási szolgáltatásra van szükség, ahol rendszeres kapcsolatban állunk a családdal, és megfelelően reagálunk az ő igényeikre. Az egészségügyi ellátó lehet nővér, lehet orvos, lehet gyermekorvos, védőnő, attól függően, hogy hogyan került kialakításra az egészségügyi rendszer. Ez működhet az emberek otthonaiban, illetve egészségügyi intézményekben is, de hallani fogunk példát, hogy vannak országok, ahol tudnak jó példákat, követendő gyakorlatokat bemutatni. Fontos, hogy a közösségi elérésnek komoly előnyei vannak az interakció terén is, mivel a gyermeket a természetes környezetében figyelhetjük meg, és ennek következtében, tehát hogy fontos, hogy ez is része legyen az elsődleges ellátásnak. A gyermekkori fejlődés nyomonkövetésénél fontos az is, hogy ne legyen benne komoly késedelem, és tudjuk, hogy itt merülnek fel az igazi problémák. Hogyha az aggodalmakat már kifejezték, akkor nem szabad sokáig várni, mert ha ezt tesszük, akkor elvesztik a bizalmukat az egészségügyi rendszerbe. Tehát fontos, hogy az elsődleges egészségügyi ellátás felismeri ezeket, és meghallgassa, de fontos az is, hogy a diagnózis megtörténjen, tehát egy szakember, tehát hogy az a beutalás után a szakember, de fontos az is, hogy utána legyen visszautalás a szakembertől a elsődleges ellátás szintjére, és ez csak az utóbbi időben kapott megfelelő kellő figyelmet. Part of previous sessions last year, WHO has... Az elmúlt év tapasztalatai alapján a WHO kiadott egy kézikönyvet a gyermekkori és a kamaszkori fejlődésről,
és ez megmutatja, hogy mi a tipikus fejlődési pálya, hogyan történik, mire érdemes figyelni, milyen kérdéseket érdemes föltenni. Fontos, hogy minden egyes ország megfelelően adaptálja ezt a könyvet, de ahogy látjuk, nem mindegyik ország egészségügyi rendszere optimális ennek az alkalmazásához. Nagyon sokan a szűrésre koncentrálnak, különösen a keleti részében, Európa keleti részében. Tehát igazából csak a szűrést használják, az intervenciót kevésbé alkalmazzák, a szűrést túlzottan alkalmazzák, és emiatt komoly szorongást okoznak a szülők számára. A COVID következtében is különböző következményei volt, és aztán a nyomonkövetés is veszített a jelentőségéből emiatt. Sajnos ez rányomta a bélyegét a több ország egészségügyi rendszerére, és emiatt több gyermeket is elveszítettünk szem elől, vagy nem kaptak kellő figyelmet. Fontos az is, hogy mindegyik ország összehasonlíthatja a gyakorlatát nemzetközi sztenderdekkel, és mindenkinek fontos szerepe van abban, hogy alkalmazni tudják ezeket a hasznos eszközöket, és megfelelően adaptálják a helyi környezethez. Ivelinának köszönjük. Van egy kiemelt előadónk is, aki a korai gyermekkori fejlődés nyomonkövetéséről fog beszélni, és aki dolgozott is a kézikönyv kialakításában. Ők elmondják majd, hogy hogyan szervezik meg a fejlődés nyomonkövetését, és azt is, hogy milyen eszközöket használnak erre. A UNICEF és a WHO közösen kifejlesztett egy eszköztárt a kora gyermekkori fejlődés nyomonkövetésére, és ott is található egy nyomonkövetési eszköz. Együtt közösen dolgozunk, egy közös regionális stratégiát akarunk létrehozni a gyermekkori és a kamaszkori fejlődés nyomonkövetéséről. Tehát ez egy komoly interaktív erőfeszítés, és igazából csak néhány megjegyzést, bevezető gondolatot mondtam, hogy megalapozzuk a mai előadás sorozatot. Már én már nagyon várom, remélem önök is. Köszönöm, Martin! Köszönöm ezeket a kedves szívhez szóló szavakat, és hadd adjam tovább Mihála Inescu-nak. Igen, én azt hiszem, rövid leszek az ISSN nevében, mert egyre több részevője van a webináriumnak, és most már Ivelina és Martin bevezet is meghallgattuk. Az ISSN nevében hadd köszöntsek mindenkit, már elhangzott, hogy az életkor első, legelső életkor meghatározza a gyermekek fejlődése, későbbi fejlődése szempontjából, amikor tipikus fejlődési utat követnek, amikor nem meg tipikus utat követnek, akkor az első néhány év akár fogyatékosságokhoz is vezethet, mi az ISSN-nál, az UNICEF-fel és a WHO-val együttműködve. Nagyon is hiszünk a különböző szektorok közötti együttműködésben, és ezért is bátorítunk minden egyes résztvevő felett arra, hogy eszmét cseréljenek, és együttműködjenek, és közösen tegyenek erőfeszítéseket, kialakítsák a megfelelő gyerekkori fejlődés, a megfelelő nyomonkövetési eszközöket, nem feltétlenül használják ugyanazokat az eszközöket, de fontos, hogy felismerjék azokat a fejlődési nehézségeket, amik felmerülhetnek. Fontos az is, hogy a család álljon a középpontjában ennek a felmérésnek és nyomonkövetésnek, mivel partnerként kell tekinteni ennek, és a lehető legtöbbet, legjobban be kell őket vonni, hogy a lehető legtöbb információt megosszák, és a legtöbbet tehessenek a gyermekek fejlődésének érdekében. Fontos párbeszédet kialakítani velük arról, hogy beszéljük, tudjanak, és mi is tudassuk velük a gyermekük erősségeit, tudjuk, megismerjék a gyermekük fejlődését, illetve az esetleges kérdéseket. Ami már elhangzott korábban is fontos, hogy ez az egészségügyi rendszerben is megjelenjen, illetve ne csak az intézményekben, hanem akár a családokban helyileg is. Hogyha konkrét aggályaik vannak a gyerekük fejlődésével kapcsolatban, akkor ezt a megfelelő helyen tudják hangoztatni, és ezt megfelelően kezeljék is. Fontos, hogy ezek az elhangzott szülői aggodalmak, ezek megfelelően kezelésre kerüljenek, és hallgassanak rá.
és fontos, hogy megvédjük a szülőket, és ezt csak akkor tudjuk megtenni, hogyha a szakemberek kellően fel vannak mértezve ehhez, hogy reagálni és reflektálni tudjanak a szülők aggodalmainak. Ma arról is hallani fogunk, hogy különböző országokban hogyan szervezik meg a korai gyermekkori fejlődést, és ez hogyan épül bele az elsődleges egészségügyi ellátásban. Ez természetesen az egészségügyi szakemberek és a politikai döntéshozók kezébe és olyan eszközöket ad, hogy rutin eszközé válhat a gyerekkori fejlődés nyomon követése, és odafigyelhetnek a kisgyerekek egészségére, táplálkozására és életkörülményeire. Fontos, hogy felismerjük, hogy kik azok a gyerekek, akiket kockázatok érintenek ezen a téren, és fontos az is, hogy lehetőséget kívánjunk nekünk arra, hogy a lehető legjobb fejlődést biztosítjuk számukra. Nagyon örülök, hogy mindenki hozzájárult ahhoz, hogy részt vesz a mai napban, és ez egy rendkívül fontos platform arra, hogy megosszuk egymással a tudásunkat. Köszönöm szépen, Alexandra, visszahozzad. Köszönöm szépen, Mihála. Igen, nagyon is igazad van, mert az egész világról vannak részvevőink. Köszönjük szépen a bizalmat és az izgatottságodat is. Most már rengeteg fontos fogalom hangzott el, ezek közül néhányat meg fog ismételni a következő előadás. A nagy megtiszteltetés, hogy dr. Revá Mustafaev itt van velünk, aki a Nemzetközi Gyermekkori Fejlődési Szövetségnek a tagja, egy gyermekorvos, aki már nagyon sok országban és nagyon sok régiót segített abban, hogy bevezessenek eszközöket. Velünk is dolgozott a regionális jelentésről, és nem sokára megjelenik majd ez az útmutató, ami a döntéshozók és az egészségügyi szakembereknek a munkáját is megkönnyíti konkrét útmutatásokkal. Dr. Revánt az alapvető elvekről fog beszélni, és módszerekről, amik rendkívül fontosak ezeknek a módszereknek a kialakításához. Ebbe beletartozik természetesen az emberi erőforrás része, megfelelő eszközök kiválasztása, és még jó néhány fontos gondot is, úgyhogy át is adom a szót dr. Revánnak. Köszönöm szépen a bevezetőt, Alexandra. Üdvözlök mindenkit. Örülök, hogy mindenkit láthatok. Vannak, akiket ismerek is személyesen, hadd mutatkozzak be azoknak, akiket nem ismerek személyesen. Megosztom a képernyőmet, itt látni is lehet, elnézést. Mit szeretnék megosztani? Látjátok? Full screen. Okay, so again. Do you see the like? No, you can duplicate the screens. So you do not see the slides, right? We see the slides, but látjuk a diákat, de látjuk mindkettőt. Igen, most jó lesz. Na, átadom a szót rá. Tehát viszonylag szűk keretek között szeretnék beszélni a fejlődési nehézségekről. Mi fejlődési nyomon kévedésnek hívjuk. Hadd köszöntsek mindenkit személyesen. Igazán érdekes számomra, hogy a Zdráva elég sok nyelven üdvözlés, nem csak egyetlen nyelven. És ha vannak olyanok, akinek az anyanyelve nincs kiírva ide, akkor elnézést kérek, és akkor megteszem angolul, mindenkit szeretnék üdvözölni. Ez igazából a vázlatom, tehát az elején az agykorai fejlődésről fogok beszélni, a fejlődési nehézségekről, mik a nehézségek, amikre oda kell figyelni, és a második része pedig az egészségügyi rendszerekről fog szólni, arról, hogy hogyan kell kialakítani az egészségügyi rendszereket, és hogyan tudjuk megfelelően biztosítani a nyomonkövetést. Először a fejlődésről fogok beszélni. Ha a fejlődésről beszélünk, akkor ez az agy fejlődéséről szól. Tehát a gyermekek, a csecsemők agyának a fejlődéséről. A bal oldalon mikroszkóp felvételeket látunk a csecsemők agyáról, és igazából a neuronok száma az nem változik, ami elképesztő módon fejlődik. Másodpercenként 1 millió
szinaptikus kapcsolat alakul ki a neuronok között. Azt is láthatjuk, tehát hogyha egy PET felvételt készítünk az agyról, a narancssárga és a piros az aktív területek. Tehát, hogy egyszerűen a gyermek egész agyát kitölti, tehát nagyon gyorsan, már az első 6 hónap során hatalmas változás megy végbe. Régóta fenn van a kérdés, hogy most ugye a génekről vagy a környezetről van szó, most már lezárult ez a vita, hogy mennyiben mind a kettő szerepet játszik, tehát nyilván van örökletes része is, és van környezeti része is, tehát nem vákumban fejlődnek a gyermekek, van környezet, amiben fejlődnek, és ez rendkívül fontos számukra. Ez az egyik részről a közvetlen környezeti családját, illetve a testvérét és a szüleit, és van egy tágabb környezet, a közösség, az ország, az egész világ, a fizikai környezet, a talaj, a föld, ahol felnőnek, tehát minden bele számít. Hogyha fontos, hogy mindenki megfelelő gondozásban, gondoskodásban részesüljön, és mire van szüksége egy gyermeknek ahhoz, hogy optimálisan fejlődhessen, tehát hogyha mindegyik megvan, ebben az ábrában foglak össze van a táplálkozás, egészség, a biztonság, a figyelem és gondoskodás, illetve a lehetőségek a gyermek számára, hogy már a korai fejlődés, a korai tanulás létrejöjjessen. Tehát nagyon fontos a figyelmes gondozás és a korai fejlődési lehetőségek, vagy a korai tanulásra a kínált lehetőségek. Hallgatassa meg a korai fejlődés tanulás. Itt láthatunk egy csecsemőt, aki még a kórházban van, itt van az édesanyja mellettem. És hadd mutassam meg. So, really a nice moment they are having, right? Nagyon kedves pillanat az édesanyja a gyermekével. Komoly interakció az anya és a csecsemő egymásra néznek. Tehát az anya odafigyel rá, vannak játékok, ide lógatva a baba felé, vannak kezében egy pohár. Tehát ez egy gondoskodó környezet, ez egy figyelmes környezet, és itt lehetősége van a gyermeknek arra is, hogy már kisgyermekkorában, csecsemőkorában tanulhasson. És mi kerülhet, mi akadályozhatja ezt a fejlődési nehézségek? Tehát ez bármilyen olyan egészségügyi állapot, ami fokozza a kockázatát a szuboptimális fejlődésnek, és akár fejlődési késést, vagy fejlődési zavart, vagy akár fogyatékosságot is okozhat. Ennek számos-számos oka van. Itt fontossági sorrendben soroltam fel őket, tehát ezek egészségügyi vagy pszichoszociális kockázati tényezők, és ami a legfontosabb, az a gondoskodás. Tehát a gondoskodás hiánya, a reakció, a figyelem hiánya, a stimuláció hiánya, a stabilitás hiánya. Tehát a genetikai tényezők lent vannak a 8. helyen, vagy még lejjebb. Tehát igazából, ami a fejlődési nehézségeket okozza, azok elsősorban nem ezek. Meg akartuk nézni a pontos prevalenciát is. Tudjuk, hogy nem ismerjük, de sejtjük, hogy magasabb, mint a fejlődési késés esetében, vagy a fogyatékosok esetében. Az Egyesült Államokban minden 6. gyermeknek van fejlődési fogyatékossága, tehát ez 17%-ot jelent. Az UNICEF-nek van egy hasonló felmérése, itt 18%-os érték jött ki a 10 év alatti gyermekekre. Tehát a leggyakoribb egészségügyi állapot, aminek a komoly egészségügyi hatásai, vagy negatív hatásai vannak hosszú távon. Ha megnézzük a fejlődési nehézségeket, nem fekete-fehér dolgokról van szó. Szóval vannak gyerekek, akik optimális módon fejlődnek, vannak gyerekek, akik ezen az oldalon vannak, ahol vannak kockázati tényezők, de mindig jól fejlődnek.
Ezen az oldalon vannak, akik fejlődnek, de vannak késések, és itt a skála másik végén pedig a fogyatékosság szerepel. Tehát ez egy spektrum, a fejlődési pálya. És amikor megnézzük a gyermekeket, vagy a fejlődési nehézséggel rendelkező gyerekeket, akik belépnek a rendelőbe, tehát minden hatból egy gyermeknek van fejlődési nehézsége. Tehát teljesen mindegy, hogy most asszisztensről, nővérről, védőnőről van szó. Tehát lehet a Down-szindróma, vagy lehet valamilyen krónikus betegség, amit látunk a saját szemünkkel, de van rengeteg, amit nem látunk, ami víz alatt van, a pszichoszociális kockázatok, autizmus, a beszédkésése, hallás problémák, ezeket nem láthatjuk ránézésre. Tehát már a 80-as években felismerték a gyerekorvosok, hogy nem támaszkodhatnak csak a klinikai tapasztalataikra, mert ez alapján csak a gyermekek 30%-át ismerték fel. Tehát, hogyha feldobtak volna egy pénzérmét, akkor több esetben találták volna, hogy kinél van fejlődési késés, mert ugye az 50%. A 90-es évekre felismerték, hogy standardizált eszközöket kell használni, így már az esetek 70%-át tudták felismerni, és ezek a fejlődési szűrőeszközök rendkívül gyakoriak lettek a fejlettebb, a gazdaságilag fejlettebb országokban, és a gazdaságilag kevésbé fejlett országokban is. A Denver Development, a fejlődési szűrőeszköz is egy ilyen eszköz. Tehát igazából az volt a cél, hogy felismerjenek egy rendkívül gyakori nehézséget, szűrésnek nevezték, a szűrés ugye egy problémát igyekszik megtalálni, de aztán a 80-as évektől kezdve a szakirodalom elkezdett arról írni, hogy a szűrés nem megfelelő megközelítés a gyermekek vizsgálata során, mert csak a gyermekre koncentrálunk, elsősorban a gyermekre, és hogy a szakirodalom szerint ez nem vette figyelembe a megelőzést. Tehát fontos az is, hogy mi történt előtte, alatta vagy utána, tehát a szűrés kapcsán. Nem úgy hozták létre, hogy partneri viszonyt alakítson ki, és emiatt a családok el is utasíthatják, ellenkezhetnek is. Fontos az is, hogy legyen további felmérés vagy beutaló, és problémák volt azzal is, ahogy kialakították ezeket. Elnézést kérek, tehát igen, ez nem úgy néz ki, ahogy reméltem benne, de reméltem, hogy működik. Tehát, hogy a problémák, mik lehetnek a problémák? Úgy alkották meg a fejlődési szűrőeszközöket, hogy vagy kategóriát adnak, vagy pontszámot. Tehát például, ha kapunk egy 59-es pontszámot, akkor a legtöbb eszköz esetében ez késést jelent. Tehát, hogyha 9 hónapos korban egy 59-es érték jön ki, akkor mit mondunk a családnak? Tehát, hogyha mondjuk 65-öt kapunk, vagy mi a különbség a 65 és az 59 között? Tehát mit jelent ez számukra, vagy mit jelent ez a család számára? Tehát, hogy mit csinálnak, mit kezdenek ezzel otthon, mit csinálnak otthon, vagy beutaljuk őket, vagy vannak... Tehát, hogy milyen ellátásra van szüksége a gyermeknek. Tehát, hogy rengeteg kérdés merült föl már a 90-es évek kapcsán. Tehát a fejlődés nyomon követése, ezt néha megfigyelésnek is hívják Amerikában a nyomon követést. Tehát fontos, hogy nyomon kövessük minden egyes gyermek fejlődését. Ez a gondoskodási keretből van. Tehát, hogy nem csak a nehézségeket keresünk, nem csak a késésekre koncentrálunk, hanem a családokat támogatja abban, hogy megfelelően gondoskodni tudjanak a gyerekről, hogy felismerje a biopszichoszociális kockázati tényezőket, és arról a családokat is tájékoztatja arról, hogy milyen jogaik vannak, például a közösségi alapú ellátások terén is. Tehát, hogy fontos az is, hogy
hogy nézzék és élvezzék a gyermek fejlődését, és ez is része legyen a gyermek fejlődésének, a nyomon követésének. Most hadd szedjük egy kicsit ízekre, miről is szól. Fontos, hogy felismerjük a család fontosságát. Mit jelent ez? Tehát, hogy a szakembereknek egyenlő partnerként kell kezelni őket, mivel ők a saját gyerekük szakemberei, ők napi 24 órát töltenek a gyerekükkel. Fontos odafigyelnünk arra, hogy mit mondanak, mit éreznek a családok. Tiszteletben kell tartanunk a prioritásaikat, és együtt kell döntenünk. Ők tudják, hogy mit akarnak, és közösen kell döntést hoznunk. A másik dolog, hogy kérdezzük meg őket az aggodalmaikról, tehát a szülők aggodalmairól kérdezzük meg, és utána tegyünk megfelelő lépéseket, ha ők tudják, hogy valami baj van. Számos kutatás alá húzta ezt, hogy hogyha akárhányszor család szülői aggodalom merül föl, nagyon komoly az esély, hogy valóban van fejlődési nehézség. Ezt már 40 éve tudjuk. Fontos, hogy holisztikusan mérjük fel a fejlődést, beleértve a nyelvi fejlődést, a szociális érzelmit, a motoros, az önellátási készségeket, standardizált, validált eszközöket használjon, rendszeres időközönként történjen, felismerjük a gyermek erősségeit és nehézségeit, és ezt fel tudjuk használni arra, hogy a gyermek eljuthasson a következő fejlődési mérföldkőhöz. Tehát nem arról szól, hogy most meg felismerjük, hogy van egy fejlődési késése, vagy nincs. Tehát Jamal éppen most ez a fejlődési nyomonkövetés. This is how it looks like. És így néz ki a gyakorlatban. Tehát nem egy szakember, akinek egy toll van a kezében, és egy lista van előtte, és akkor csak gyanakvóvá teszi a szülőket, tehát hogy pipálja megfelelő mezőket. Tehát mit is gondol, mit is, miért is gond, mit, mire gondolok, hogy hogyan segítsünk a gyermeknek eljutni a következő mérföldkőig. Tehát, hogyha a gyermek még nem áll segítség nélkül, de már tud ülni egyedül segítség nélkül. Lehet, hogy van késés, lehet, hogy nincs. De a család úgy kell az anyukának elhagyni a termet, hogy tudja, hogy mit tehet a gyermekének, hogyan segíthet a gyerekének, hogy segítséggel, de állni tudjon. Nyilván rengeteg mást is tehet, de fontos, hogy az anyuka hogyan segíthet neki abban, hogy segítséggel fölálljon. Tehát fontos, hogy felmérjük a gondoskodó hátteret, hogy mi az, amit már megtesz a család, és még mit tehetne. Ki vigyáz a gyermekre, az apa hogyan vesz részt, tehát mások, különösen az apa, hogyan vesz részt a gyermek nevelésében. Az apa részvétele különösen fontos. Az is fontos, hogy megnézzük a kockázati tényezőket, és erre megfelelő válaszokat adjunk. Tehát a kockázatok nyilván a gondoskodó környezet elemét érintik. Tehát vannak egészségügyi kockázatok, ezt ugye tudjuk az egészségügyi rendszerben orvosi vizsgálattal ellenőrizni, de a pszichoszociális kockázati tényezőket is fel kell mérnünk. Most nem fogom felsorolni mindegyiket. A legfontosabb ugye a gondoskodás és a gondozás. Figyelem. A lényeg, hogy közös megértésre, közös következtetésekre jutsunk a családdal. Tehát köszönjük meg, és dicsérjük meg a családot azért, amit eddig tesznek, és hatalmazzuk föl őket arra, hogy még többet tegyenek. Beszéljünk az aggodalmakról, beszéljünk arról, hogy a gondviselő mit érez, mit gondol, hogy van-e rossz lelkiismerete, vagy hibásnak érzi-e magát. Segítsünk nekik megérteni azt is, hogy mit lehet tenni, és megnyugtatni őket. Tehát csökkenteni kell a kockázati tényezők számát, és növelni kell a védő tényezőket, tehát hogy csökkenthessük a teljes kockázatot. Tudjuk azt, hogyha itt láthatjuk, minél több kockázati tényező van, annál nagyobb a valószínűsége a fejlődési késésnek. Tehát például, hogyha egy vagy kettővel tudjuk a tényezők számát csökkenteni, akkor jelentősen csökkentjük az esélyt annak, hogy fejlődési késés alakuljon ki. Nyilván ez nem egy egyszeri alkalom,
hanem ez egy longitudinális dolog, ahogy tehát, hogy már a születés előtt, a születés után, és aztán minden egyes látogatás alkalmával végre kell hajtani. Tehát akkor is, ha nincs kockázati tényező, akkor is legalább évente egyszer végre kell hajtani. Itt most a havok, tehát 6-12 hónapos, ezek hónapos intervallumok. Tehát fontos, hogy akik kozoknál, a gyerekeknél, ahol vannak kockázati tényezők, haladéktalanul végrehajtsuk, felmérsük a kockázati tényezőket aztán, és természetesen, ahol késés van, ott, hogy tovább utaljuk őket, és megfelelő segítséget kapjanak szakemberektől. Tehát hogyan tudjuk ezt végrehajtani? Az első kérdés, hogy ki csinálja? A fejlődés az egészségügyre, az egészségügy területe. Nyilván nem elválasztható, külön választható, ez rész az egészségügynek. Egészségnek. Van infrastruktúra, amivel az összes gyermeket felmérhetik. Az egészségügyi rendszer az összes kisgyermeket elérheti, és rendszeresen találkoznak is velük. Tehát vannak a szakemberek, akik az egészségügyben dolgoznak, azok ismerhetik a fejlődés nyomon követésének eszközét, és hogy ők az orvosok, nővérek, védőnek megbecsült tagjai a társadalomnak. Európában és a közép-ázsiai régióban jó az infrastruktúra, elérhető, komoly lefedettsége van, van megfelelő számú orvos és nővér, és 3 éves koráig 14-szer találkoznak a gyereknek. Nagyon sok országban van családlátogatás is, ahol rendszeresen az otthonokban meglátogatják őket. Tehát ez már egy létező dolog. Nagyon fontos, szeretném elkiemelni ennek a jelentőségét, hogy a fejlődés nyomonkövetés az összes gyerekre, nem csak néhány gyerekre, akinél van néhány probléma vagy felmerül kérdés. Hogyha nem mérünk fel, nem követünk nyomon minden gyereket, akkor biztos, hogy egy páran kiesnek a radarból, vagy eltűnnek, tehát hogy nem tudjuk felismerni. Hadd beszéljek egy kicsit a képzésről, tehát hogy a gyermekfejlődést kell tanítani valójában a képzési programokon. Tehát ez a, van képzés, vannak tananyagok, de ezek nem a gyermekfejlődésre. Tehát ezek igazából klinikai használat, tehát mérföldköveket tanítanak, vagy ellenőrző listákat, vagy olyan dolgokat, amiknek aggodalmat kéne kelteni. Tehát ez a fajta hozzáállás, hogy az orvostudomány a nővéreknek van, az orvostudomány az orvosoknak van, és a fejlődés pedig valaki másnak van, aki valamilyen specializált szakember, vagy külön szakembereknek nem. A gyermekfejlődése mindenkire vonatkozik, aki kapcsolatban áll a gyermekkel és a gyermek családjával. Nem fogom most ezt felolvasni, hogy mit kéne tanítani a képzési programoknak. Igazából erről szól a gyermekkori fejlődés nyomon követése. És ezt mindenkinek meg kellene tanítanunk. Tehát a képzési programoknak ezeket kell megtanítani, mert ha nem ugyanazt a nyelvet beszéljük, akkor nem lesz megfelelő ellátás. Amikor a nővértől átkül az orvoshoz, vagy az orvos beutalja egy másik szakemberhez, ha nem nincsenek egy lapon, nem ugyanazt a nyelvet beszélik, akkor nem lesz, akkor megszakad a folyamatosság. Tehát ha nem lesz értelme a beutalóknak, beutalásoknak, fontos, hogy a kora gyermekkori fejlődés képzési program. Tehát itt ez megtörtént 146 résztvevővel, 26 éve. Rendkívül hatékonyak voltak az elején. Amikor egy évvel később meginterjúvolták őket, akkor azt mondták, hogy nem használják a készségeiket, mert nem támogatták őket. Beutalták a gyerekeket a központokba, vagy orvosokhoz, és utána azt mondták a családoknak, hogy de hát miért jöttek, nincs semmi baj a gyereknek. És a család, a szülők pedig visszajöttek, miért utaltál be engem? Tehát, hogy a szülőket entátorították ennek a használatától. Tehát fontos, hogy mindenki egy lapon legyen, és egy nyelvet beszéljen. Tehát az egész teljesen képzés, teljesen felesleges, hogyha nincsenek megfelelő eszközök, erőforrások.
ennek a támogatása. Az az idő, a legfontosabb, ez a hagyományos korlát. Azt kérjük, amit kérünk tőlük, hogy az egészségügyi rendszerek, tehát hogy gyermekenként megszakítás nélküli 30 percet biztosítson, legalább 4-szer az első 3 év során, és nem egyes gyerekeknek, minden egyes gyereknek, az összes gyerekre vonatkoznia kell. Tehát, hogyha a döntéshozóktól beszélünk, akkor szerintük ez rengeteg. Tehát vannak eleve gyermek egészségügyi kapcsolatok, találkozók, amikor a védőnök megy hozzájuk, és fel kéne szabadítanunk azoktól a gyermekektől, akik teljesen jól vannak, tehát itt teljesen fölösleges többször látogatni őket. Vannak országok, ahol 42, az éle első 3 év során 42 hivatalos látogatás van, az rengeteg. Tehát, hogy valószínűleg ez csak papíron van, meg igazából nem történik meg, de akkor miért ne hajthatnánk végre a fejlődés nyomonkövetését? Tehát, hogy optimalizálni kéne a munkamennyiséget, át kéne helyezni a hangsúlyt a nyomonkövetésre, erre külön dedikált munkatársakat kell kialakítani. Tehát fontos, hogy olyan döntések szülessenek, amik értékelik a gyermekkori fejlődés nyomonkövetését, priorizálják a minőséget a mennyiség felett, megfelelő erőforrásokat biztosítanak, és hosszú távú befektetésként tekintenek a gyermekkori fejlődésre. Tehát fontos, hogy a jogi dokumentumok is tükrözzék az elméletet és a gyakorlatot. Fontos, hogy megfelelő jogosultságokat biztosítsunk, és a nemzeti gyermekegészségügyi protokollok tovább fejlesszük, és ne csak arról szólja, hogy a gyermek pszichomotoros fejlődését mérje fel. Nagyon sok ilyet láttam már, tehát fontos, hogy túllépjünk ezen a szinten. Itt kettő program, ez két török útmutatónak a borítója, tehát ez a primer egészségügyi ellátásra vonatkozik, és erre hivatkozhatunk is, ezt a WHO is jóvá hagyta. És az utolsó dolog, amiről beszélni szeretnék, ezek az eszközök. Milyen eszközöket lehet használni? Milyen eszközöket használjunk a fejlődés nyomon követésére? Tehát fontos, hogy rövid legyen, lefedje az első 3 életívet, lefedje a nyelvfejlődést, a szociális érzelmi, a motoros, az önellátási területeket, evidencia, tehát tényalapú legyen, standardizált és ellenőrzött, validált. Nagyon sokat láttam, amelyik nem standardizált és validált. Tehát van a jelentésben is sok eszközt felmértek. Ne használjatok olyan eszközt, ami nincs standardizálva és validálva. Ezeket könnyebb megtanítani, és ezek kulturálisan is megfelelően ki vannak igazítva, vagy adaptálva vannak. Hadd mutassak egy listát arról, hogy programszerűen milyen eszközöket lehet használni. Tehát számos kritérium alapján, tehát a képzés, pontosság, adminisztrációs idő, földrajzi frissítések, tehát hogy számos, tehát 3 áll ki ezek közül. Ezek a PEDS, tehát a Parents Evaluation, tehát a szülők értékelése, a GMCD és az Ages and Stages Questionnaire. Az AS-kurról és a GMCD-ről még szó fog esni ma. Az idő rövidsége miatt itt most megállok, de hogyha bárkinek van kérdése, akkor természetesen a kérdések tükrében tudok megbeszélni erről. Örülök, hogy itt lehettem, és szívesen felveszem a kapcsolatot önökkel itt az e-mail címem. Köszönöm, Reván, gratulálok a fantasztikus előadáshoz. Rengeteg dologról tudtál beszélni viszonylag rövid idő alatt, és a fejlődés nyomon követésének a legfőbb alapvetéseiről létel, illetve a nehézségeket is, hogy a nehézségekről tágabb értelemben beszélünk, nem csak a fogyatékosságokról, úgyhogy nagyon jó kereteket adtál az alapelvekről, és arról is, hogy mire kell odafigyelni a rendszer szinten, a primár egészségügyi rendszernek,
és az egészségügyi szakembereknek mire kell odafigyelni, ha megfelelően alkalmazni akarják ezeket, akik nézik, vannak-e kérdések, amire Revánnak válaszolnia kéne, mert a következő előadásban négy előadónk lesz, akik négy nyomonkövetési eszközt fognak bemutatni, illetve többet fogunk megtudni a gyakorlati részéről. Tehát egészen konkrét gyakorlati példákat fogunk hallani. Vera Zorica, van egy kérdés, Revan. Egy kérdés elhangzott. Vannak-e kézikönyvek vagy útmutatók, amik biztosítani tudják, hogy egy nyelvet beszéljünk, vagy a különböző szinteken és az egészségügyi rendszer különböző szintjén ugyanazt a nyelvet? Tehát van-e ilyen kézikönyv? Tehát már leírtad ezeket, meg kellene, vagy szeretném megbeszélni róla? Ami a képzést illeti, tehát hogyha egy példa útmutatóra van szükségünk, akkor a WHO-nak a kézikönyve. Nagyon sokat küzdöttünk vele, hogy megfelelően tömör legyen, és össze tudjuk foglalni, de összefoglaltuk. Természetesen ez nem egy olyan dolog, amit elővehetünk, és akkor egyből alkalmazni tudjuk, tehát az alapelvek benne vannak, a legfontosabb szempontok benne vannak, de fontos, hogy pontosan alakítsuk ki a tananyagod. A tananyagnak azt kéne mondanom, hogy koherens készségek rendszerét kell tanítania. A jelenlegi helyzetben csak bizonyos készségeket tanítanak meg, de nem képeznek teljes csomagot, tehát nem fedik le teljes mértékben ezt a területet. És ugye készítünk most egy jelentést is, hadd szóljak egy pár szót erről is. Ez a jelentés arról szól, hogy azt mondanám, hogy egy kézikönyv arra, hogy a fejlődést nyomon kövessük, és hogy mire kell odafigyelni. Tehát arra koncentrálok, hogy mi hiányzik, természetesen tudományos alapú kutatásokra támaszkodik, és benne van természetesen az is, amit mi itt a gyakorlati tapasztalatot szereztük az egészségügyi rendszerekről. Tehát ez már folyamatban, és remélem, hogy ez is hamarosan hozzáférhetővé válik. Köszönöm szépen, Reván! És aztán tovább is megyünk a webinárium következő részére. They can respond to your questions, and they have also, I'm repeating, have és agreed. Ők is válaszolnak majd a kérdéseire, és ők is megadták az e-mail címüket, úgyhogy nagy lelkű dolog volt részükről, tehát e-mailen elérhetőek lesznek valamennyien. Tovább megyünk az országok tapasztalataira, és remélem, hogy ez megfelelően színesítik majd Reván előadását, tehát hogy a gyakorlatban ez hogyan valósul meg a különböző országokban. Tehát Skócia fog szerepelni, az ASQ-val, Portugália, a Mary Sheridan eszközzel, aztán Azerbajdzsánban is fogunk hallani, ahol a gyermekkori fejlődés nyomonkövetésről, illetve aztán lesz végül egy szlovák példa, amit a helyi gyermekgyógyászati intézet alakított ki, tehát egy helyi eszközről van szó. Szóval kezdjük akkor Skóciával, és nagy megtiszteltetés, hogy bemutathatom Susan Brantant, tanácsadót, és Linda Fentont. Ők ketten fogják bemutatni nekünk, hogy a család látogatásokban hogyan integrálták az Ages and Stages eszközt. Természetesen az itt nyert adatok befolyásolják azt is, hogy milyen döntések születnek. Jó reggelt mindenkinek! Linda Fenton vagyok, nagyon örülök, hogy itt lehetek, és megoszthatom a skót tapasztalatokat önökkel. Hadd osszam meg a képernyőmet.
Remélem, hogy mindenki látja. Körülbelül 15 diánk van, csak hogy egy gyors benyomást adjunk arra, hogy hogyan működik a skót egészségügyi rendszer, hogyan tudjuk támogatni őket, hogyan használjuk az életkor, életszakasz, ASQ kérdőívet, hogy felmérjük a fejlődést, illetve hogy nemzeti szinten hogyan gyűjtjük össze az adatokat, és hogyan követjük nyomon a teljes populációra vonatkozó adatokat, és azt hogyan használjuk föl. Tehát mi a közegészség, tehát az egészségügyi, skót egészségügy részét képezzük, tehát az adatok gyűjtés és ennek a továbbítása is természetesen az NHS-hez tartozik, tehát a skót, igen. Én itt a nyugati partnál lévő kis szigetről beszélek most. Önök az úgy, hogy jó, hogy ekkora a közönséghez beszéltek, de természetesen az Egyesült Királyság egészségügyi rendszer, az NHS alá tartozik, a skót rendszer is. Tehát a skót szinten vannak saját szervezeteink, és vannak saját egészségügyi intézményeink. Nagyjából 5,5 millió ember él Skóciában, nagyjából az ötödik gyermek, és évente 45 ezerrel nő a gyermekek száma. És az adminisztratív oldalról, a jobb oldalon látni lehet a 14 egészségügyi régió, ahová, tehát ezekből áll össze a skót rendszer, és akkor itt kell biztosítani az ellátást. Ez akkor releváns, hogyha konzisztensen akarjuk ezt biztosítani, és az összehasonlíthatóságot is biztosítani akarjuk a fejlődés nyomon követése során. Univerzális családlátogatásra van szó, aki nem ismeri ezt, akkor elmondom, hogy ez hogyan történik. Tehát ők vagy nővérek, vagy bábák, akiknek külön mesterfokozatot szereztek, a közösségi, közegészségügyi nővérszolgálatok terén. Ez régóta megvan, tehát az 1900 már a viktoriánus kortól kezdve elkezdődött, és ez 1920-as évek óta működik ez a családlátogatási rendszer. Az NHS része 70 óta, és az utóbbi 10 évben már konzisztens módon zajlik ennek a gyakorlati megvalósítása. 11 családlátogatás történik az első 5 életév során, ezen kívül van egy születés előtti látogatás is, tehát hogy egy van a születés előtt, utána a korai hetekben van egy, aztán, tehát hogy az első év során van 7 látogatás, utána egy éves kor során, egy második év során, és még egy további. Tehát nyilván ezek az alap esetek, és ennél gyakoribb lehet. Ez nem csak a fejlődés nyomon követéséről szól természetesen, hanem ez az átfogó gyermek és családtámogatási rendszernek a része. Tehát ez az, amit a primer egészségügyi rendszer biztosít, tehát ez az immunizáció is részét képezi, illetve hogy támogatjuk-e, vagy a születés utáni depressziót felismerjük, vagy kezelni tudjuk. Tehát igazából fontos, hogy a családlátogató, családot látogató szakember megfelelően figyeljen ezekre a pontokra. Tehát adatokat is gyűjtünk, ezekből az interakciókból 5 ponton, tehát az újszülöttnél, a 6-8 hetes kor, illetve az évenként is információt gyűjtünk országos szinten, és a 3 idősebb kori látogatás az, ahol igazából használni tudjuk ezt az ASQ-t, az életkor és életszakasz kérdőívet, hogy felmérjük a fejlődést. Tehát akkor ez az életkor és életszakasz kérdőív, az ASQ, egy gyors bevezetés, 30 kérdés van, amely 5 fejlődési területet fed le, amit itt láthatjuk is, tehát kommunikáció, nagymotoros, finomotoros, probléma megoldás, személyes, szociális,
illetve van egy általános rész, ahol a szülők aggodalmait, vagy az egészségügyi nehézségeket is szóvá lehet tenni. Ez egy példa arra, hogy hogyan néz ki. Úgy lett kialakítva, hogy a szülők tudják kitölteni ezt a kérdőívet. Nagyon sok kérdés van, ami példát ad. Azt hiszem, ez a 48 hónaposról, tehát ez a nagymotoros, a gyermeke fölmászik-e a csúszdának a létráján, és le tud-e csúszni segítség nélkül, és akkor erre tud, azt tud igen, néha, és nem választ adni, vagy még nem választ, bocsánat. Igen, néha, még nem. Úgy alakítottuk ki, ahogy mit csináljuk, változik különböző területeknél, de legtöbbször előre kiküldik a kérdőívet, mielőtt még a látogatás megtörténne, amikor megbeszélik, tehát a szülők ki tudják tölteni az alatt, az egy-két hét alatt, amíg megérkezik az egészségügyi szakember, és amikor megérkezik a szakember, akkor közösen át tudják nézni, akkor, amikor meglátogatja a családot, és akkor nyilván az egészségügyi szakember is a saját környezetében meg tudja figyelni a gyermeket. Ami az eredmény illeti az ASQ-nak, illetve hogy milyen értékelés van, meg milyen határértékek vannak. 21 különböző változata van a kérdőívnek, tehát amely megfelel minden egyes fejlődési szakasznak. Ez nekünk rendkívül fontos, tehát fontos, hogy hány verziója van a kérdőívnek. Nagyon egyszerűen 60 pont van, tehát 10-et lehet kapni az igenre, 5-öt a néhára, és 0-át a még nemre. Tehát 6x10, 60, ez a maximum pontszám, ez egy teljes értéket, és akkor ezt lehet összehasonlítani a határértékekkel, hogy most akkor időben van a gyermek, a középső változat az, hogy nyomon kell követni a gyermeket, és a harmadik pedig, hogy további felmérések szükségesek, mert a küszöbérték vagy a határérték alatt van. Természetesen ezek a határértékek, ezek változnak területenként, és kérdői változatonként. És hogy ez hogyan illeszkedik a tága fejlődési felmérés eszközök sorába Skócián belül, tehát az volt a cél, hogy az ASQ konzisztensebben legyen használva különböző területeken, de vannak egyéb eszközök is, amiket az ASQ-n kívül is használhatnak az egészségügyi szakemberek, ha úgy érzik, hogy van egy konkrét terület, vagy konkrét kockázati tényező, ami már elhangzott. A PEDS elhangzott már ma reggel, tehát ez az ASQ egy másik modulja, ez a szociális érzelmi fejlődésről szól, és van egy strengths and difficulties, tehát egy erősségek és nehézségek kérdőív is. Ezen kívül nyilván fontos az egészségügyi szakember megfigyelései, tehát az ASQ érték és a szakember megfigyeléseit, és ezt rögzítjük, tehát ezt egy standardizált nyomtatványon rögzítjük az eredményeket, nem lehet látni a részt, vannak demográfiai információk rajta, eredmények, pontszámok, és az információt is rögzítenek arról, tehát három másik területről, tehát az érzelmi viselkedési látás, hallás, ez nincs benne az ASQ-ban, és természetesen vannak négyféle kimenetel van, nincs aggály, van újonnan felmerült aggály, van aggály, vagy korábban felismert zavar, és a negyedik pedig az a még nem ért véget a felmérés, további felmérés szükséges. Ugye vannak a látogatás utáni további lépések, amit akár egyénileg, vagy akár egy csoport is, a családlátogató csoport is további támogatást nyújthat, tehát akár beszéd- és nyelvterapeutához beutalhatják, akár egy háziorvoshoz, egy közösségi gyermekorvoshoz, tehát hogyha egy specialistához, hogyha bármilyen fejlődési késésről van szó, akkor beutalják valahová, és nyilván nyomon követi a csapat, aki látogatja a családot. Átadom
a kollégámnak, Suzanne-nak a szót, aki a populációról, a teljes népességről fog beszélni, és hogy a népesség szintű adatokkal mi történik. Köszönöm, Linda. Üdvözlök mindenkit, nagyon örülök, hogy én is itt lehetek. Igen, a nemzeti adatokat összegyűjtjük, tehát ezek mind papír alapú nyomtatványok. Tehát mi ezeket beküldik az egészségügyi szolgálathoz, és akkor ezek bekerülnek a gyermek megfigyelési programba. Az adatokat összesítjük, és aztán a Skót egészségügyi rendszernél felhasználásra kerülnek. Kétszer is publikáljuk évente. Azt is, hogy hány gyermeket mértünk föl, illetve azt is, hogy hány gyermeknél merült föl fejlődési késés. Ugye ez külön csoportokra bontva, tehát az első év, második év, harmadik év során mutattunk adatokat alá, és hogy milyen százalékban érinti a gyermekeket bármilyen fejlődési nehézség, késés, aztán nézzük azt is, hogy ugye a megfelelő gondoskodás hiány, tehát hogy nemek szerint a társadalmi-gazdasági háttér vagy hátrányos helyzet alapján, az etnikum alapján, a nyelv alapján, illetve arról, hogy állami gondozásban állnak-e. És készítünk jelentést a korai gyermekkori fejlődésről, és ezt negyed évente publikáljuk is. A következő díja, ez azt mutatja meg, hogy mekkora lefedettsége a gyermekegészségügyi felmérésnek. Tehát a legrégebbi az a 27-30 hónapos korinak, ami 2013 óta alkalmazzuk, ez a gyermekek majdnem 90%-a felmérésre kerül. A 13-15 hónapos kori felmérés 2017 óta elérhető, mindenhol használják, és már nagyjából 90%-át a gyermekeknek felmérik. A 2017-től használjuk a 4-5 éves kori felmérést, tehát ez egy lassabban és nem egyenletesen sikerül alkalmazni, de már gyakorlatilag 80% a gyerekeknek felmérésre kerül a 4-5 éves korban is. Ez azt mutatja meg, hogy a gyermekek mely százalékánál merülnek föl aggodalmak bármelyik fejlődési területen, és ahogy láthatjuk ezen az ábrán, hogy az eddigi, tehát hogy mindegyik területen nőttek a fejlődési aggályok, tehát 12 volt a 27-30-asnál, és aztán ez 18%-ra. Tehát, hogy ugye az időszak végén látni lehetett, hogy melyik életkorban hány százalékunknak merültek fel aggályok. És itt pedig az egyenlőtlenségekről készítettük egy ábrát. Tehát a hátrányos helyzet alapján 26%-a, tehát a leghátrányosabb helyzeti csoportban a gyermekek 26%-ánál van fejlődési nehézség, szemben a legjobb hátterűeknél, ahol csak 11%. A fiúknál 23%, 27-30 hónapos korban, szemben a lányok 13%-os értékével. Az etnikum alapján a fekete, a karibi vagy afrikai származásoknál 26% a kiemelkedő legmagasabb, és a fehéreknél a legalacsonyabb, a 13% az érték. Tehát ugye az állami gondozásba kerülteknél 38% volt az érték, szemben nem állami gondozások 18%-a, és aztán megnézzük, hogy az angol az anyanyelve, vagy nem angol. 18% volt az angol anyanyelveknél, ahol volt fejlődési aggály, és 19% volt, tehát itt nincs jelentős eltérés, ahol nem angol anyanyelvű volt. És aztán van néhány kihívás a jelentések kapcsán is, ugye az országos adatok terén, a jelenlegi IT rendszerünk összegyűjti az ASK értékeket, de sajnos a verziószámot még nem tudjuk integrálni, reméljük ez majd megtörténik,
de mostanáig még nem sikerült megfelelően megcsinálni és integrálni az ASQ verziószámot, és emiatt a küszöbértékek is változnak, és mivel olyan sok 21 változat van az ASQ-nak, ezért gyakorlatilag tehát nem tudjuk pontosan bemutatni, hogy hogyan állunk a küszöbértékekhez képest. Egy új rendszert fogunk bevezetni 2025-től, és reméljük, hogy a következő 3 éven belül már pontos adatokkal rendelkezünk, amit megfelelően tükrözik, hogy a küszöbértékekhez képest hogyan állnak a gyermekek. És vannak felmérések, amik viszonylag szubjektívek, és emiatt ugye a különböző területek és az különböző időben előre haladva is le, ez okozhat torzításokat. Tehát 11 családlátogatás történik, ez 2015 óta történik, az ASQ-3-at használjuk, ezt használjuk nyomonkövetésre, 3-szor alkalmazzuk, ugye egyszer 1 éves, 2 éves, 3 éves, 3-5 éves kor során. Többféle intervenció elérhető, mindegyik egyénre szabva, mindegyiket összegyűjtjük nemzeti szinten, éves jelentést közlünk, és vannak negyedéves jelentéseink. A közelmúltban látható volt, hogy nőtt a gyermekek száma, akiknél aggályok merültek föl, és hogy jelentős egyenlőtlenségek vannak a különböző csoportok terén. És záró gondolatként ezek a linkek, ez az első, az a kora gyermekkori fejlődés mutatja be, bemutatja a jelentéseinket, és a negyedéves jelentéseinket, ha szeretnének egy pillantást venni ezekre, arra is. A második pontnál pedig, hogy a családlátogatási módszer hogyan működik, az utolsó pedig az ASQ, az életkör és életszakasz kérdéből. Úgyhogy köszönöm szépen, ha bárkinek van kérdése, akkor nyugodtan lépjen velünk kapcsolatba, itt van az e-mail címem. Köszönöm szépen. Köszönöm. Köszönöm Lindának és Susannak is ezt a kiváló előadást. Egészen elképesztő, hogy milyen jól működő rendszert alakítottatok ki a nyomonkövetéstől a jelentésig. Next presentation. I see very, you know, vivid discussion in the chat. Láttam, hogy nagyon aktív volt a chat oldal, mindenki írja ki a kérdéseit. Közben tovább megyünk egy másik sikertörténethez, amit Portugáliából osztunk meg. Dr. Barbara Menezes fogja velünk megosztani a tapasztalait, aki a betegség megelőzési, egészségfejlesztési, egészség és életmód tapasztalatait Portugáliából. Portugáliában teljesen integrált a nyomonkövetés a primer egészségellátásban. Megmutatják a Merish Residence mérföldköveket, hogyan használják, és hogy ez hogyan kapcsolódik az egészségügyi rendszerhez. És akkor most következzék Barbara. Üdvözlök mindenkit. Nagyon örülök neki, és nagy megtiszteltetés, hogy megoszthatom a tapasztalatainkat. Mutatom is a prezentációt. Igen. Igen, már láthatjuk is, és akkor látjuk a diákat, és can you see now? We see well. Okay. Hello. So we have a technical standard from the general the director of health. Tehát a egészségügyi igazgatóságtól van egy standard, és ez a program. Tehát fontos, hogy a gyermek és a fiatalkorok egészségügyeknél az intervenciók számos célja van, és fontos, hogy megfelelő Barbara, egy kicsit hangosabban tudná, igen, úgy tűnik, igen, hogy hangerő problémák vannak. You understand we have a national health
Tehát van egy nemzeti egészségügyi rendszerünk, és van egy országos egészségügyi programunk, ami a gyermekekre és a kamaszokra vonatkozik, fiatalkorúakra. Tehát fontos, hogy megfelelően felmérjük a gyermekek fejlődését. 17 ilyen találkozó van, ami során ezt megtesszük. 6 van ebből az első életév során, és 2 van a második életév során, és ezt követően 3-4-5 éves korban van, a 5 éves korban egy teljes egészségügyi felmérés van, aztán 6. vagy 7. életév, tehát az első iskola év végén, utána 8 éves korban van, és 10, 12, 13 és 15, 18 éves korban. Ahogy dr. Revan is elmondta már, tehát, hogy egészségügyi központokban, tehát, hogy klinikai felmérés, tehát, hogy standardizált szűrőeszközöket használnak, és az alapján mérik fel a gyermekek egészségét. Tehát ez izolált klinikai felmérés, ami kevesebb, mint a gyermekek 30%-ánál ismeri fel a fejlődési problémákat. Tehát ezzel szemben a standardizált szűrési eszközök jóval nagyobb érzékenységgel és specificitással, 70 és 90% közötti hatékonysággal használhatók. Akkor most beszéljünk erről a Mary Sheridan fejlődési skálájáról. Ezt számos ok miatt használjuk ezt. Tehát ez része most már a portugál gyakorlatnak, és ez sokkal jobban lefedi a fejlődési paramétereket. Mi ezt a Mary Sheridan módszert használjuk mindegyik portugál egészségügyi központban. Ezt a tesztet fel lehet használni arra is, hogy megmutassa, hogy mi a tipikus fejlődés, segít felhívni a figyelmet az egészség, a gyermek fejlődési aggályaira, illetve támogatja és motiválja azt is, hogy kérdéseket tegyenek fel a szülők a gyermekük fejlődésével kapcsolatban, és részt vegyenek a fejlődésének a felmérésében. Tehát, hogy a szülőket is igyekszünk a lehető legjobban bevonni ebbe a folyamatban, és támogatjuk is a szülőket abban, hogy kérdéseket tegyenek fel, és hogy ők is pontosabban megértsék, hogy mi történik. Nyilván életkornak megfelelően történik a Mary Sheridan eszköz használata. Tehát fontos az is, hogy felmérjük az új készségek elsajátítását. A pszichomotoros fejlődési zavarok általában úgy diagnosztizáljuk, hogy a kutatások alapján, amelyek felhívják a figyelmet kockázati tényezekre, van egy kockázati tényező felmérés, és a védelmi tényezők felmérése is. Tehát a családokat és a szociális kontextust is megvizsgáljuk. És ez nagyon hasznos annak a megértéséhez, hogy megállapítsuk, hogy most a gyermeknél több a kockázati tényező, vagy több a védelmező tényező. És akkor ennek megfelelően tudunk intervenciót alkalmazni, akár a gyermek, akár a szülők kapcsán. Tehát nagyon fontos, hogy ezzel tisztában legyünk, és hogy ezt megfelelően megtehessük. Fontos az is, hogy a szülők vagy a családtagok beszélhessenek arról, hogyha bármilyen gyanú felmerül, bármilyen aggályuk van, vagy nehézség kapcsán. Ugye fontos a rendszeres klinikai megfigyelés, hogy itt is megvizsgáljuk a gyermeket az egészségügyi rendszeren belül,
és aztán a primer egészségügyi rendszeren belül a gyermek fejlődésének felmérése, anélkül, hogy túlbonyolítanánk a folyamatokat. Tehát ebben az értelemben fontos, hogy motivált és tapasztalt egészségügyi szakemberek képesek legyenek arra, hogy megfelelően felmérjék a gyermek fejlődését, ugye megfigyelés által, attól a pillanattól kezdve, hogy belépnek a rendelőbe, egészen addig, amíg távoznak, és különösen fontos, hogy megfelelő párbeszéd alakuljon ki a szülőkkel és a gondviselőkkel. Tehát az orvos látogatás ellen részénél a gyermek megfigyelése, játék közbeni megfigyelése a cél, és nem az a cél, hogy azt érezzék, hogy megfigyelik őket, és kényelmetlenül érezzék magukat. És ezáltal sokkal hasznosabb konklúziókat vonhat le az egészségügyi szakember. Rendkívül hasznos, hogy úgy tudjuk megfigyelni, anélkül tudjuk megfigyelni, hogy ész tudná, hogy megfigyelésről van szó, tehát az, hogy a kezét hogyan használja, akár a mimika használata, és így tovább, az egészen apró dolgok. Itt láthatjuk azokat az eszközöket is, amik a Mary Sheridan módszernek a részét képezik. Tehát ugye ezek nem kell túl sok eszköz, elég olcsó eszközök, és az egészségügyi eszközök számára egyaránt elérhetőek. Tehát, hogy ezek gyakorlatilag játékok, de pontosan le van írva, hogy milyen típusú labda, milyen típusú pörgetjű, milyen típusú kockákra van szükség, illetve milyen különböző színek legyen, sárga, zöld, piros, kék. Ez is fontos, ugye van itt evőeszközök is vannak, kanál, villa, és kisebb hajkefe is. Fontos az is, hogy melyiknek mekkora mérete, egy kis labda is legyen, egy 5-6 cm átméretű puha, nyomogatható labda, illetve legyen egy tábla is 10 különböző színnel, és ezeknek megfelelő kártyákkal. És itt láthatjuk azt is, a Mary Sheridan módszert. Tehát 4-6-7-7-es korban, 6 hónapos korban. Barbara, bocsánat, nem látom a diádot. Igen, most már látjuk. Elnézést kérek. Tehát, hogy igazából ezt látjuk mi a számítógépen. Tehát igazából egy útmutatóként működik, ugye itt vannak a különböző életkorok. Tehát az orvos számára is útmutatást ad. Tehát a házi orvos számára van egy ugye 4-6 hetes korban, van 3 hónapos, 6 hónapos, 9 hónapos, 12 hónapos, 18 hónapos, 2 éves kor, 3 éves, 4 éves, 5 éves, tehát hogy ezek a, tehát rá tudunk kattintani, és akkor látjuk azt is, hogy mire kell odafigyelni. Tehát itt van viselkedés és a szociális adaptáció, látás és a finomotoros készség, testtartás és a nagy mozgás, és az utolsó pedig hallás és nyelvhasználat. Hallás, látás, nyelvhasználat. Tehát, hogy minden szakember ezt tudja útmutatóként használni. Tehát akár a nővér, akár az orvosnak is hozzáférése van ezekhez az adatokhoz. És hogyha a kérdés vagy aggály merülne föl bármelyik területen, akkor van egy figyelmeztetés, van egy figyelmeztető jelzés a képernyő tetején, és független attól, hogy melyik életkornál merül föl, és van útmutató is ahhoz, hogy mit kell tenni. És akkor ugye itt vannak a figyelmeztető jelzések,
és pontosan le van írva az is, hogy melyik életkorban, mik a figyelmeztető jelek. 3 hónapos korban, 6 hónapos vagy 9 hónapos korban, és hogy és aztán a korai intervencióra, és ugye van arra, van kritérium arra, hogy mikortól, hogy milyen esetekben vehetők igénybe. Tehát, hogy van korai intervenció, de csak bizonyos esetekben elérhető. És a legfontosabb dolog, hogy a szülőknek elmondhatjuk, hogy mit tehetnek akkor, hogyha mi egészségügyi szakemberként aggályaink merültek föl, és hogy mi a rendszeren belül mi az, amit megtehetnek, és mit tehetnek a szülők annak érdekében, hogy további vizsgálatokat, tehát hogy tudunk nekik segíteni abban is, hogy hogyan figyeljék meg a gyermeket, hogyan gondoskodjanak róla, hogyan érintsék meg, hogyan tudnak nekik olyan ingereket, olyan stimulációt biztosítani, amivel elő tudják segíteni a gyermek fejlődését. És hogyha a korai intervenciós csapathoz kell beutalnunk a gyermeket, tehát szükséges ez, akkor van erre külön egy nyomtatvány a rendszerben, és ez konkrét nyomtatványban, ami elérhető, ami alapján ezt meg tudjuk tenni. Ez most itt portugálul van. Úgyhogy igazából ezt szerettem volna megosztani önökkel a portugál gyakorlatilag, és fontos, hogy minden gyermeket érint, tehát a jelenlegi helyzet szerint minden gyermek fejlődését nyomon követjük, és fontos, hogy minden gyermeket megvizsgáljunk. Köszönjük szépen, Barbara, kiváló volt az előadás. Nagyon örülök, remélem, hogy mindenki hallott az előadást, és teljesen integrált előadás volt, ugye hogy a primer egészségügyi rendszer szintjén az összes házi orvos és összes gyerekorvos hozzáfér ezekhez az adatokhoz. Ma kevés időnk van, rengeteg kérdésünk van. Én azt javasolnám, hogy folytassuk az azeri példával. Vannak Lindához és Susanhez is van kérdés az ASQ-ról a Q&A részben, de dr. Taránát szeretném felkérni, hogy mesél nekünk, aki gyermekorvos és neurológus, aki a gyermekrehabilitációs gyógyászatintézetben, rehabilitációs központban dolgozik Bakuban, Azerbajdzsánban, és az azeri példáról fog beszélni. A chatben írják le a kérdéseiket, és most megkérdem dr. Taranát, hogy kezdje el a prezentációját, és arra kérem, hogy igyekezzen 10 percen belül maradjon, lehet, hogy 15 perces késéssel fejezzük be, de azért valamennyi részvevő tud maradni emlékeztetésképpen. Az összes előadást és a webinár felvételét is meg fogjuk osztani mindenkivel. Taraná, köszönöm szépen! Az enyém a gyermekfejlődésről, tehát a GMCD-ről fog szólni, azeri példáról, a primer egészségügyi ellátásról, tehát 18 éves korig tart. Ezt a gyermekorvosi poliklinikák látják el, mindegyik körzeti lapon kerül kialakításra, mindegyikben vannak gyermekorvosok és egyéb szakemberek is. Nagyjából 80-100 gyermek jut egy gyermekorvosra 0-3 éves korig. Ezen kívül vannak családlátogatások is, amiket rendszeresen végrehajtanak. 2014 óta az UNICEF kezdeményezésére egy standardizált eszközt vezettek be az egészségügyi rendszerben, Azerbajdzsánban, hogy elkezdik nyomon követni a gyermekkori fejlődést. Nálunk a nemzetközi
Guide for Monitoring Child Development, tehát az a GMCD-t használjuk erre a célra. Eredetileg ezt az Ankarai Egyetemen fejlesztették ki 20 évnyi kutatást követően. Ez egy átfogó csomag, ami három főbb részből áll, a nyomonkövetésből, a korai gyermekkori fejlődés támogatásából és a korai intervencióról. Ez a bioökológiai elméletre támaszkodik, és egyéb tényezőkre. Nyílt kérdéseket tesz fel, tehát interjú technikával működik, ez alapján követi nyomon és támogatja a gyerekkori fejlődést, ismeri föl a korai fejlődési kockázatokat vagy késéseket, illetve a korai intervenciót is. Nyitott kérdéseket tartalmaz, amik lehetővé teszik az egészségügyi szakemberek számára, hogy párbeszédet alakítsanak ki a gyermek gondozójával, a szüleivel, illetve a nehézségeket is felismerjék, és megfelelő választ kínáljanak ezekre. Hadd adjak néhány példát is erre, például honnan le, hogyan tudatja, hogy akar valamit. Vagy szeretnék többet megtudni arról, hogyan játszik. Tudsz nekem példát mondani arról, hogy hogyan játszik? Tehát ilyen egyszerű kérdéseket. És ezek alapján, a kérdések alapján a főbb területeket föl tudjuk mérni. Tehát az expresszív és receptív nyelvhasználat, nagy és finomotoros képes készségek, kapcsolatkialakítás, játék, önellátás, akár azt is, hogy milyen környezeti vagy milyen pszichoszociális kockázati tényezők vannak jelen, nagyjából 10-12 percet vesz igénybe. A GMCD nem ad pontszámot, vagy nem ad kategóriát, hanem egyedi formátumban létezik, és igazából a fejlődés elősegítése a célja is. Itt láthatok különböző mérföldkövek, ugye különböző életkori vannak, és a 10 nyitott kérdés van, ami a nyomonkövetéshez és a fejlődés támogatásához kapcsolódik. Ugye fontos, hogy ahogy mondtam korábban is, hogy ez egy átfogó csomagot jelent, ez a GMCD, tehát egyrészt a nyomonkövetés is magában foglalja, és a támogatást is, a gyermekkori fejlődés támogatását is magában foglalja, illetve hogy mit kéne támogatni. Az egészségügyi szakembereknél pedig ugye fontos, hogy felmérjék a társas kockázati tényezőket is, és a fejlődési kockázati tényezőket is, és ahogy láthatjuk itt is, a képernyőn van egy támogató komponense is, tehát hogy a különböző az első három hónapban a motoros fejlődést hogyan lehet támogatni, tehát érzelmi, kommunikáció és a mozgás terén. És van egy külön tankönyv is, a veled tanulok, tehát ez a GMCD a gyermekfejlődés támogatása, ebben vannak versek, képek, fényképek, és ebből látunk egy részletet, ezáltal lehet. Tehát a GMCD egy standardizált, validált eszköz. Négy országban is kutatták, hogy mennyire használható nemzetközileg, anélkül, hogy újra kéne standardizálni vagy validálni. Egyik azoknak az eszközöknek, ami megfelelő pszichometriai és megvalósítósági kritériumokkal rendelkezik, ingyenes, de fontos, hogy a használó, a GMCD használóinak képzésen kell részt venniük. Van GMCD használata, van egy applikációs erre, ezt erről látjuk a képeket. Jelenleg is zajlik a gyakorlati tesztelése, és reméljük, hogy ennek majd pozitív fejleményei lesznek, és akkor ezt is használni lehet majd. Hogyan integrálódik az azerbajdzsáni egészségügyi rendszerben, ez 2015-ben kezdődött az Ankara Egyetem csapatával, az egészségügyi miniszter és az azerbajdzsáni UNICEF több nemzetközi GMCD tréninget tartott Bakuban, ennek megfelelően 7 GMCD tanárt képeztek ki azerbajdzsánit, és aztán ezután folytatódott, hogy a nemzeti trénerek
pedig további egészségügyi szakembereket képeztek ki a GMCD használatra. 2018 óta az a képzési csomag már beépült az állami orvosképző intézetnek a tananyagába, tehát a képzésbe beletartozik a megelőzés, korai felismerés, az eredmények értelmezése, a gondozókkal közös értelmezése és a személyre szabott intervenciós terv is. Óta az UNICEF-fel együttműködve, és az egészségbiztosítóval, valamint a további egészségügyi szervezetekkel és az Európai Unió segítségével a programot indítottunk útjára Azerbajdzsánban, ez a gondozói szolgálat megerősítése címen, a program részeként a gyermekorvosok és a nővérek 9 próba területen kiképeztük őket a GMCD terén, és elkezdték a családlátogatások során nyomon követni a gyermekek fejlődését, és felismerni a korai fejlődési nehézségeket. Jelenleg arra számot mondunk be, hogy van 2000 szakemberünk, beleértve gyerekorvosokat, gyerekneurológusokat, gyerekpszichiátereket, pszichológusokat és másokat is. Tehát 2000 szakembert képeztünk ki a GMCD használatára, mellettük még további 400 nővér tudja használni az eszközt. Mik az, amik megkönnyítik a használatát, és mik a akadályai az integrációnak. Ami megkönnyíti, hogy könnyen alkalmazható, elérhető, ingyenes, átfogó eszköz. Már tesztelték a képzési csomagot is, egy létező rendszer, megvannak hozzá, meg a háttér, megvannak a szakemberek, akik tanítani tudják, megvannak az azerbajdzsáni GMCD trénerek is, és integrálva van egyébként a tananyagba is. Mik az akadályok, hogy nem mindegyik egészségügyi szakember használja a GMCD-t, illetve hogy nem kötelező a használata standardizált eszköznél. Vagy nem kötelező az se, hogy standardizált eszközt használjanak a felmérés során. A jövő céljai, tehát, hogy az összes egészségügyi szakembert kiképezzük a GMCD használata terén, ezen kívül, hogy integrálni tudjuk a GMCD képzési csomagot az orvosi egyetemek tananyagába, illetve a nővéreknek is a továbbképzési programjába. Bevezessük és működőképes legyen a GMCD app telefonon, és hogy megvizsgálhassuk a hatékonyságát, a fenntarthatóságát, a fejlődését és a GMCD elterjesztését Azerbajdzsán területén. Úgyhogy ezzel szeretném megköszönni mindenkinek a figyelmet. Köszönjük szépen, Tarana, és köszönöm, hogy kompakt módon, de megosztottad az azeri példákat. Nagyon örülünk neki, és gratulálunk neked és az egész csapatnak, aki részt vett ebben a programban, hogy ez a gyakorlatban is megvalósulhasson. Biztos vagyok benne, hogy sok ország résztvevői is majd felveszik veled a kapcsolatot, hogy milyen tapasztalataitok vannak, és milyen tanácsokat adni az alkalmazás terén. Nagyon szépen köszönöm. Még egy előadónk van Szlovákiából. Egy másik nagyon izgalmas példa, Olga Matuskova fog beszélni nekünk, aki az Országos Gyermekgyógyászat Újszülött Intenzív Osztályának fejlődési specialistája. Ő fog elmondani a szlovák tapasztalatokat az online platformról és a fejlődési mérföldkövekről, hogy hogyan tudnak együttműködni az egészségügyi szakemberek a szülőkkel. Olga diáit fogjuk látni, hogyha Olga bekapcsolja a kamerát, és akkor el is kezdhetjük az előadását. És a chatbe írjátok le a kérdéseket, legyetek kedvesek, és akkor, ha lesz rá lehetőség, akkor a végén ezekre választ is kínálunk. Olga, hallasz minket? Igen, köszönöm.
Köszönöm szépen, igen, köszöntök mindenkit Szlovákiából. A következő 8 dián szeretném gyorsan bemutatni azt a módszert, amit eredetileg a megelőzésre alakítottuk ki Szlovákia területén. Tehát ezek a fejlődési vizsgálat, ez minden egyes gyermekre vonatkozik, kötelező jelleggel minden a 3 éves korig, kötelező a társadalombiztosítás finanszírozza, és ezt végre kell hajtani. Az egészségügyminiszter egy standardizált módszert publikált is, és ugye a koragyermekkori fejlődést folyamatosan nyomon kell követni, és ebben a szülőknek is részt kell venniük. A prevencióba bekerültek azok a kérdőívek is, amiket standardizált kérdőívek, amiket a szülők töltenek ki, illetve alapvető szabályok arra is, hogy hogyan lehet a fejlődési nehézséget felismerni a következő díja. Csak nagyon röviden összefoglalva, erről a módszerről, amely összekapcsolja ezt a 10 találkozást, ez ugye egy forrás a gyermekorvos számára is, amikor felméri a gyermek fejlődését. Univerzális, standardizált módszerről van szó. Az első 10 találkozóról, és fontos, hogy a fejlődési és a szűrési területe mindegy megtörténjen, tehát igazából 10 rövid, konkrét életkorra vonatkozó kérdőív és egy rögzítés, ezt a szülő tölti ki, és van ez papír és online változatban is elérhető, elektronikus verzióban is elérhető, és a pszichometrikai jellemzőket továbbfejlesztették, és gyermekorvosok vettek részt, az összes szlovák gyermekorvos részt vett a kifejlesztésében. Nem kell külön képzettség vagy előképzettség ahhoz, hogy ezt használni lehessen. Van egy kézikönyv is, ami nyilvánosan elérhető az Egészségügyi Minisztérium honlapján arra, hogy hogyan lehet használni ezt a kérdőívet. Ez az az SPMB, ez egy szülői kérdőív, ez a szülői kérdőív, ez egy példa rá, hogy hogyan néz ki a kérdőív, tehát a baloldali az online változat, ahol kattintani tud a szülő. Igen, ezt már megcsinálja a gyermekem, vagy baloldalon még nem. Jobb oldalon láthatjuk ezt a nyomtatott formában a papír alapút, és akkor a szülő ugyanúgy ott van a kérdés, és ezek is a fejlődési mérföldkövekhez kapcsolódnak. Hát motorkészségek, társaskészségek, adaptív viselkedés, és aztán vannak kérdések, amik minőségi eltérésekre hívják föl, tehát a gyermek viselkedése terén, illetve van egy olyan része is, ahol a szülői aggodalmaknak lehet hangot adni, tehát a gyermekkor, koragyermekkorban, az otthoni fejlődésnél, tehát fontos az is, hogy ez az adott gyermekkornak megfelelő legyen, tehát hogy olyan készségek és prediktív készségekről legyenek szók, amik jól megmutatják, tehát hogy 3 éves korára a szülő annyi kérdőívet kitölt, hogy ebből már hasznosokat lehet nyerni, ezt követően pedig a gyermekorvos interjút készít a szülőkkel, és ugye megosztja a szülőkkel, hogy vannak további területek, amikben részt vehet a szülő, illetve a aggályok felmerülése, vagy a nehézségek felmerülése esetén, hogy mi más tehet még a szülő. Fontos az is, hogy a preventív egészségügyi találkozó előtt a szülők
ugye elvége kitöltődjek tölteni a kérdőívet, akár otthon, online, papíralapon is, ezt majd később megmutatom, és az elektronikus változatban videók is elérhetők arra, hogy jobban megérthessék, hogy mire vonatkozik a kérdés. Ezt az UNICEF-fel közösen hajtottuk végre. A közvetítő diát kérem szépen. Köszönöm. Itt arra látunk példát, hogy tehát ez, ami a gyermekorvosnál, minden egyes felvért gyereknél van egy eredmény oldal, az első rögzített alkalom az első sor, a második, az utolsó az a harmadik évben, vagy 40 hónapos korban történik. És akkor a gyermekorvos, vagy az egészségügyi szakember csak az értéket, tehát a kérdőív, a szülő által kitöltött kérdőív pontszámát karikázza be. Tehát igazából az elektronikusnál automatikusan jelölésre kerül, és ugye a színe is látszódik, ugye, hogy melyik kritériumban kapcsolódik. Tehát ugye ez a 10 alkalom után láthatóvá válik egy profil, de láthatjuk azt is, hogy mik a kiemelkedő területek, mik az erősségei, illetve meg azok az a területei, amik fejlesztendők, tehát azok a területek, amiket szorosabban nyomunk kell követni a gyermekorvosnak, hogy felismerhesse az esetleges nehézségeket. Ez alapján, a szűrés alapján nem tudjuk megállapítani, hogy egy gyermeknél fejlődési késés tapasztalható, tehát ez nem egy diagnózis, hanem ez csak a szülő felmérése, szülő benyomása arról, hogy az ő gyermeke hogyan fejlődik a további gyermek, a többi gyermekhez képest, és ez alapján, ha szükséges, akkor további vizsgálatokat érdemes végrehajtani, vagy további beutalókra lehet szükség. A következő diát kérem szépen. Ezen a dián azt láthatjuk, információt láthatunk a gyermekközpont honlapjáról, ahol az online kérdőívek elérhetők a szülők számára. Nagyon egyszerű a használata. Beírja a szülő a gyermek életkorát, akkor a korrigált életkor kiszámításra kerül, van az SPMB, ahol, hogyha pozitív az eredménye az SPMB-nek, akkor két konkrét felmérést fog javasolni a rendszer, a TECOS-t, a nyelvfejlődés felmérésre, az MCHAT-et pedig az autizmus felmérésére. Tehát, hogyha ezután a gyermekkor, a regisztrált gyermekorvosok listája megjelenik, és akkor ugye kiválaszthatják, hogy ki kapja meg, melyik gyermekorvos, adatbázisba bekerülnek a kitöltött kérdőívek, és aztán a szülők megadhatják a személyes adataikat a honlapon, ha hozzájárulnak ehhez, és az online kérdőíveken kívül további információs anyagok is elérhetők, a tipikus fejlődésről, arról is, hogy a szülők hogyan tudják támogatni, hogyan tudnak optimális környezetet teremteni a gyermek lehető legjobb fejlődése érdekében. Mindegyik szabadon elérhető, a nagy közönség számára hozzáférhető, nem csak az egészségügyi szakemberek számára. És ugye az UNICEF-fel való együttműködés kapcsán szeretném megosztani azt, hogy van egy kísérleti új kérdőív a szülők számára. Tehát aki mind a gyermekorvos már felismert és azonosította, hogy további ellátásra van szükségük. Tehát ez többféle kód, az ICF kód, tehát ezen belül is van egy klasszifikáció szlovákul, és ez kimondottan a szülőknek készült kérdőívet akar. Ugye ezen az oldalon, dián azt szeretném bemutatni, hogy az SPMB kérdőívek eredményei,
A számszerű eredményeket szeretném megmutatni. Ezeket nagyon könnyen fel tudjuk használni, de ezek még mindig csak számok. Össze tudjuk hasonlítani ezeket a számokat, statisztikai elemzést is hajthatunk végre, mivel standardizált kérdőívek, elektronikus változatairól beszélünk. Tehát, hogy longitudinálisan is vizsgálhatóak statisztikai módszerekkel, egyéni szinten, illetve a teljes populációra nézve is vizsgálhatóak. De ezek csak számszerű adatok, de ezek a számszerű adatok hogyan járulhatnak hozzá ahhoz, hogy fejleszthessük a kora gyermekkori fejlődés nyomonkövetését minden egyes gyermek esetében. Tehát mik ennek a Tehát nyilván fontos, hogy hogyan értelmezzünk ezeket a számszerű adatokat, ez alapján kerül majd be. Ugye fontos, ezért is a gyermekorvos szerepe, hogy ők mennyire, tehát a standardizált eszköznek az eredményeit, hogyan tudják felhasználni, hogyan kommunikálnak majd a gyermek szüleivel, hogyan viszonyulnak, kommunikálnak majd a gyerekkel, és fontos ugye az is, hogy hogyan milyen javaslatokat tehet, hogyan érdemes, milyen gyakorisággal érdemes újra találkozni a gyermekkel. 248 ezer kérdőívet töltöttek ki, ez a 2023-as év végéig. Voltak szülők, akik havonta kitöltötték, és tehát fontos, hogy hány százaléka, hát nincs arról információnk, ez ugye az elektronikus, nem tudjuk, hogy papír alapon hányan töltötték, illetve hány gyermekorvos találkozott ezzel. A következő dia. Ez igazából csak illusztrációs célra szerepel itt. Tehát azzal szeretném folytatni, hogy fontos, hogy az eredményeket megfelelően értelmezzük, hogy kellően fel tudjuk használni a további lépések érdekében az egészségügyi rendszeren belül. Tehát a fejlődés nyomon követése és az egészségügyi rendszer továbbfejlesztés és egyre nagyobb lendületet, egyre dinamikusabban zajlik az országunkban, de már meg is jelent az első dokumentum. Az interszektoláris munkacsoport hozta létre, a másik a munkaügyi és szociális minisztérium publikálta, ami a gyermekorvosok részvételével történt. Tehát, hogyha egy kontinuumokat képzeljük el a gyermekkori fejlődést, tehát az életkornak megfelelő fejlődéstől, és ehhez képest jelentkezik valamilyen nehézség, elmaradás vagy fogyatékosság, akkor fontos, hogy az egészségügyi rendszer lehetőleg korábban felismerje ezt, és a legkorábban összekapcsolja a korai intervencióval. És hogy Szlovákiában különleges helyzet van, mert egészen 3 éves korig a gyermekek 90%-a otthon van. Tehát egészen 3 éves korig a szülők otthon maradhatnak a gyermekkel, és emiatt, tehát emiatt az egészségbiztosító a páciensek 100%-a megjelenik rendszeres egészségügyi vizsgálatra. Tehát egészen magas szintű és egészen kulcsfontosságú. A következő diát kérem szépen ennek a biztosítása szavakében. Olga, arra kérlek, hogyha tudod, akkor kérlek, zárd le az előadásodat, mert nagyon túlfutottunk időben. Ez az utolsó dia. Csak azt akartam vele bemutatni, hogy mennyi ideig tartott, mire kifejlesztettük ezt a módszert, és fontos, hogy ugye hány évet vett igénybe a kifejlesztése.
Köszönjük szépen az UNICEF-nek a támogatást, hogy az eddigieket elérhettük, és a jövőbeni támogatást is, és igazából ez a remélem, hogy a közös erőfeszítéseinknek következtében minden egyes kisgyermekkel rendelkező szülőt támogatni tudjunk, és minden egyes gyermek a teljes potenciáját elérhesse. Köszönjük szépen, Olga! Ez egy másik elképesztő példa volt, hogy mit lehet megvalósítani egy országban. Köszönöm, Olga, hogy megismételted és aláhúztad, hogy az eszköz csak egy eszköz, és igazából megerősítse és szorosabbá tegye a kapcsolatot a gyermekorvos és a szülők között, és hogy kialakuljon egy kapcsolat, ami a bizalomra épül és a gondoskodásra. Ez a webinárunk vége, több mint 500 résztvevőnk van, akik itt maradtak a végéig, a késés ellenére, és kérek a késésért, köszönöm, hogy ennyien érdeklődtek, és ennyien kíváncsiak voltak. Még egy előadónk van, aki lezárja. Dr. Gabriele Fontana, az egészségügyi tanácsadója, a UNICEF Európa és Közép-Ázsiai területének képviselője. Őt kérném fel arra, hogy tegye meg a záró gondolatokat, Gabriele. Gabriele, itt van, igen, látom, a kamera is bekapcsolt. Igen, bőven túlszatottuk az időn, úgyhogy nem nevezném magam előadónak, igazából nagy megtiszteltetés, hogy lezárhatom ezt a találkozót, nagyon röviden fogom ezt megtenni, mert túlszaladtunk az időkereten. Nagyon örülök, hogy ilyen sokan vettek részt, és ilyen sokféle háttérre, sokféle helyről. Több mint 600 ember kapcsolódott be a régióból, Portugáliából, Kazahsztánig, India, Kenya, Dél-Afrika, még Ukrajnából és Palesztinából is láttam résztvevőket, akik azért külön gondolatokat szentelünk. Tehát amellett, hogy akkor a gyermekkori fejlődést, a megkövetéséről beszélünk, fontos az is, hogy ezt hogyan tudjuk megvalósítani az egészségügyi rendszerekből. Fontos azt is kijelenteni, hogy beépítsük a gyermekkori fejlődés nyomon követését a gyermekkori ellátásba, egészségügyi ellátásba, de ez nem elég. De fontos az is, hogy lássuk azt is, hogy hogyan tudtak fejlődést elérni az országok és konkrét országok. Tehát, hogy konkrét példák, konkrét sikeres stratégiákat láthassuk, és lemásolhassuk, és utánozni tudjuk az ő sikereiket. Ma arról hallottunk példákat, hogy a megfelelő alapelveknek, a megfelelő erőforrásoknak, anyagi háttérnek hogyan kell szenszitizálni az egészségügyi szakembereket, hogyan lehet rögzíteni, milyen információs rendszer kell, akár hogyan tudunk többet kihozni a meglévő erőforrásokból, újra realokáljuk az erőforrásokat. Tehát fontos, hogy ebbe bevonjuk az egészségügyi szakembereket, a politikai döntéshozókat és a szülőket is, gondviselőket. Úgy érzem, nagyon sokat tanultunk ma, nem fogom összefoglalni, csak szeretnék megköszönni mindenkinek, az UNICEF-nél a kollégáinknak, hogy lehetővé tették ezt az alkalmat a tolmácsoknak, hogy mindenki követni tudta, és természetesen az összes előadónak Skóciából, Azerbajdzsánból, Portugáliából, Szlovákiából, hogy megosztották a tapasztalatokat, és remélem, hogy ez nem csak fokozni fogja a lelkesedésünket, hanem hogy konkrét eszközöket és ötleteket is tud adni nekünk arra, hogy hogyan tudjuk megerősíteni valamennyi tagországunk korai gyermekkori fejlődésnek nyomonkövetését. Szeretném megköszönni mindenkinek a részvételt, és szívesen látok mindenkit a következő webináriumon. Köszönöm szépen, Gabriele. Köszönöm. Szívhez szóló volt, tömör és velős. Köszönöm szépen az összes előadónak. Kérem, hogy szkeneljétek be a QR kódot, és akkor felkerültök a levelező listára, és az összes linket, amit megosztottak ezen a webináriumon, látni fogtok. És ahogy Gabriele mondta, remélem a következő webináriumon, március 12-én, és találkozunk, ami a kormánygyermekkori intervenciókra fog vonatkozni. És fontos, hogy a következő logikai lépés a mai esemény után. Köszönöm szépen, mindenkinek szép napot!